És akkor itt a stúdióban egy egészen más témával megyünk tovább, de mindenképpen fontos erről beszélgetünk, ugyanis egy közösségi platformon látott napvilágot, azaz egyébként online felület, ami már jó ideje működik, és olyan nem csak influencerekről, de ugye az ő hírükön és nevekön keresztül vált ismerté a tény, és ennek a hírértéke gyakorlatilag felkapottá. Tehát olyan influencerekről és nőkről készülnek ott fotók, és tesznek fel férfiak, amiről aztán azzal kapcsolatban beszélgetnek, hogy kit hogyan erőszakolnának meg, hogyan bántalmaznának, sokszor egyébként névvel, országgal, elérhetőséggel kommunikálva mindezt. Ez az oldal azóta nem elérhető egyébként az interneten. A témával kapcsolatban viszont meghívtuk vendégként Tóth Bettina közösségi média szakértőt. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk reggel korán a stúdióban. Hát nem túl felemelő a téma, hogy hétfőn korán reggel erről kell beszélgetnünk, viszont még mindig nagyon fontos. Arra kérlek, világítsa nekünk, hogy például neked hogyan jutott tudomásodra ennek az oldalnak a létezése, és hogy találkoztál esetleg ott bármilyen tartalommal, vagy mire már odáig jutott, már nem is létezett ez az oldal. Elsősorban egy online fórumon kezdtek el erről beszélgetni, pontosabban egy lány szeretett volna erről a szakdolgozatában, gondolom egy kisebb részt megfogalmazni, és ő töltött fel erről fotókat, hozzám is itt jutott el ez az egész, és amikor én készítettem erről videót, már akkor korábban volt egy-kettő szintén magasabb követettségű tartalomgyártó, akik ezzel foglalkoztak, de már nem voltak elérhetőek ezek a fotók. Ettől függetlenül én még a motherless.com-on találtam egyéb felületeket, ahol éppenséggel nem tartalomgyártókat, de mondjuk anyukákat osztottak meg. Tehát ezt lehetséges, hogy letörölték, de van másik sok olyan oldal, amit nem moderálnak a mai napig, és úgy tűnik, hogy nem is akarnak ezzel foglalkozni. Én ide arra hivatkoztam, hogy pont azért tudhatunk ennek az oldalnak a létezéséről, és hogy ott milyen tartalom van, mert több olyan hazai közszereplő influencer is felkerült, akik ennek hangot tudtak adni, és mondjuk érvényt tudnának szerezni annak, hogy eredményesen legyenek kezelve ezek az oldalak, a következmények fajsúlyosak legyenek, viszont ezek szerint sok olyan nő is felkerült erre az oldalra, akiknek a hangja, ha minden igaz, néma maradt akkor, amikor például feljelentést vagy bejelentést szerettek volna a rendőrségen tenni. Többségében civil kerültek fel az oldalra, tehát én egy-kettő videósról tudok, és én azt érzem problémának, hogy lehetséges, hogy ebből nagyobb média felhajtás lett, de én a mai napig nem tudok arról, hogy a rendőrség elkezdett-e cselekedni ez ügyben bármit is. És hogyha megengedett, hogy egy saját tapasztalatot felhozzak, ami ehhez hasonló, én pedig ugye azért magas követettséggel rendelkezem, hogy volt olyan férfi, aki többször is megfenyegetett engem üzenetben, és amikor elmentem vele a rendőrségre, akkor azt mondta nekem a nyomozó, hogy ők nem fogják kinyomozni a személyazonosságát, hanem hogyha nekem megvannak rá az eszközeim, akkor én nyugodtan tegyem meg, és akkor utána talán megindulhat a feljelentés, de hogy igazából ez is kevés egy feljelentéshez. Hogyha az, hogy engem halálosan megfenyegetnek, és lerészletezik azt, hogy mit akarnak velem megcsinálni, hogyha ez kevés egy feljelentéshez, akkor nem tudom, hogy mi lehet elég. Az, hogy Magyarországon is nyilvánosságot kapott ez az ügy, nyilván nem jelenti azt, hogy ez egy friss ügy, tehát gondolom ez évek óta is működhetett. Persze. Ami meglepett engem, tegnap olvastam, hogy itt az a jelenség is napvilágra került, hogy ismeretlenek ezek az elkövetők, titkon levideóznak nőket a fürdőszobában, tehát ezek szerint akkor otthonok közelében merészkednek, kulcsukon, ablaknyíláson keresztül. Nyilvános vécék. Nyilvános vécékben videókat készítenek, eleve egyébként rendkívül alantas ez a hozzáállás, és nyilván ez a motherless, tényleg anyátlanok, tehát lelki értelemben elképesztő alacsony színvonalú emberekről lehet ha szó. Ha szeretnénk kiindulni a probléma gyökeréből, akkor az incel kultúrát kellene mindenféleképpen megemlíteni, mert ezek a férfiak így hivatkoznak saját magukra. Ugye az incel az azt jelenti, hogy ők önakaratukon kívül vannak cölibátusban, tehát nem találnak olyan nőt, aki hajlandó velük bármilyen nemű kapcsolatot is létesíteni. És ezen a fórumon is, ahol a nőkről, anyukákról, civilekről megosztják ezeket a fotókat, ott is aktívan arról beszéltek, hogy van egy általuk kitalált társadalmi szerződés, tehát ez az ideológiájuknak a középpontja, amit már a nők nem teljesítenek. Szerintük ez a társadalmi szerződés azt jelentette valamikor,
hogy egy nő kötelezően mindig a férje, vagy pedig az apja alá tartozott, és amikor a férje alá tartozott egy nő, akkor a védelemért cserébe bizonyos szexuális szolgáltatásokat nyújtott ezért a nő. És mivel nem akarnak velük a nők lefeküdni, ők ezért megalapozottnak gondolják azt, hogy akkor mivel nincs szex, ezért nincs védelem, tehát bántani akarják a nőket. És volt egy olyan mondat is az egyik kommentben, hogy egy nap még incel forradalom lesz, és le fogják igázni és megölni az összes nőt. Tehát ez sokkal mélyebb probléma annál, mint hogy csak fotók vannak. Ezek az emberek, akkor ha jól értem a szavaidból, javarészt férfiak, a társadalomban, a mindennapokban hogyan viselkednek? A motherless.com-on kívüli fórumról, ahonnan én is megszereztem a fotókat, ott már kikerült egy-kettő férfinak a személyazonossága. Véleményem szerint teljesen hétköznapian, normálisan kinéző emberek. Én éppenséggel egy 30 év körüli szőkehajú, kék szemű, viszonylag izmos férfit láttam, tehát én úgy gondolom, hogy kívülről feltétlenül meg sem állapítható az, hogy ezek az emberek betegek, ami feletté rémisztő. És a férfiról is már úgy kerültek ki fotók, hogy további randi szájtokon volt fent igazából. Tehát kérdésem lényeg egyébként arra irányult volna, hogy ki tudja szűrni ezek szerint a társadalom magából azt, hogy kikkel kell óvatosnak lenni. Ez náluk ezek szerint egy nagyon tudatos életviteli módszertan, hogyha mondhatom ezt. Tehát tökéletesen jól tudja azt, hogy hogyan kell helyesen viselkedni a mindennapokban, a látható részében, és akkor van egy ilyen árny oldala a mindennapjainak, amikor viszont magából kifordulva viselkedik, és ott tudja kiélni ezeket a vágyait. Nem fordulnak ki magukból, ahogy mondtad, teljesen tudatosan palástolják a beteges viselkedésüket a hétköznapokban, tehát tudják azt, hogy mi lenne a helyes. Tudatosan elpalástolják, majd pedig amikor hazaérnek, akkor szintén tudatosan felmennek az internetre, és megosztják a nőkről ezeket a fotókat. Itt Budapesten készítették a fotóknak a 70-80%-át az egyik téren. Tudatosan ott állt valaki a telefonjával, vagy egy kamerával, és fotózta a nőket, lányokat. Az előbb említetted, hogy a rendőrség elsőre elutasított, utána megmondtad, hogy most már egy-két elkövetőt be lehet azonosítani. Megpróbálsz még egyszer neki rugaszkodni esetleg hatósági vonalon az ügy felgöngyölítésén? Az enyém az nem ehhez volt köthető, a saját rendőrségi ügyem, amit elindítottunk. Itt éppenséggel ugye... Ha hivatalosan nézzük, akkor az érintetteknek kellene jelentkezni. Nem tudom, hogy Bányai Judit már tette feljelentést a rendőrségen, de csak ezt tudom ajánlani az áldozatoknak. Furán hathat a kérdés, de némi reményt szeretnék inkább ezáltal kapni tőled, meg hogy ugye a rendszer működéséről, hogy bármennyire is félelmetes és kétségbeejtő az, hogy ilyen történik a nőkkel. Ha azt veszük alapul, hogy ezek az emberek a társadalomban, a mindennapokban normálisan képesek viselkedni, akkor maga a veszély, mint tényező, akkor, amikor vérdíjat tűznek ki a nőkre, arról beszélnek, hogy kivel hogyan végeznének, és hogyan erőszakolnák meg adott esetben, az mennyire kezelhető a képen, hogy ez ezen a felületen marad? Vagy mennyire kell attól tartanunk, hogy ki fog lépni a mindennapokba ez a veszély és ez a fenyegetettség? Hát már igazából kilépett a mindennapokba azzal, hogy egy téren fotózzák szerencsétlen nőket, de hogyha most a probléma megoldását akarjuk nézni, akkor szerintem mindenféleképpen monitorozni kellene ezen felületeket, és akik ilyen véleményeket fogalmaznak meg, azokat azonnal elkapni a rendőrséggel, mert lehet, hogy most csak véleményeket írnak, de egy év múlva már lehet, hogy a te lányodat kapják el, amikor éppenség elmegy az iskolába. És ugye még azt megengeditek, hogy arról beszéljek, hogy én úgy gondolom, hogy a politikusok és a vezetők úgy egészében úgy tűnik, hogy nem tartják ezt a nőket érintő problémát fontosnak. Ugye tegnap kapták el Pavel Durovot, a Telegramnak a vezetőjét, akit elméletileg pontosan azért vitettek el a rendőrökkel, mivel hogy beteges tartalmak terjednek ugye a felületén, és nem monitorozza ezeket. Na most ugyanezért miért nem kapják el akkor ezen felületek igazgatóit? Az valamiért nem annyira fontos politikailag? Tóth Bettina, köszönjük szépen. Köszönjük.